Ma Zsanik Róbert, Baltaszékváros polgármestere 80. születésnapján köszöntötte a köztiszteletben álló nyugalmazott atyát, Herendi Jánost. Százszor fontosabb az, hogy például ezen a napon is, de szerintem az év többi napján is égnek a telefonok, és mindenki köszönt téged. Ezen köszöntők sorába szeretnék én is beállni, és mind magam, mind pedig Baltaszékváros nevében nagyon sok boldog születésnapot kívánni. Kívánni azt, hogy még nagyon sokáig legyél köztünk, kívánni azt, hogy még nagyon sokáig a hitéletet igazítsad, alakítsad itt Bátaszéken, és kívánni azt, hogy erőben, egészségben még több alkalommal tudjak jönni. A plébános tökkedek évfordulót is ünnepelhetett az idén, hiszen 55 éve szentelték pappá, és 50 évvel ezelőtt került Bátaszék szolgálatába. Azóta mindig jelen volt a közösség életében is. Köszöntése során el is vesztünk kicsit az emlékeiben. Nem gondoltam akkor 1970-ben, 70. július 23-ának, mikor ide pakoltam, hogy ilyen hosszú időt töltök én Bátaszéken, mert ez a mi helyzetünkben ez olyan fehér holló, hogy valakit ott felejtenek a hosszú időn keresztül. Az elején, mikor Himesről eljöttem ide, akkor azt mondtam, hogy a következő olimpiát már nem ott fogom nézni, hanem visszajövök. Hát aztán nem alakult úgy. Lehetett volna visszamenni, de akkor már nem. Jól éreztem magam, mert ugye ott nagy volt a templomkert. Ott fociztunk a templomkertben. Volt idő, amikor hát a bátaszéki ifistáknak a majdnem a fele az ott tartott edzést a hittanosok, úgyhogy volt olyan is, aki nem volt hittanos, de eljött azért, mert ott lehetett focizni. Ebből a szempontból ugye mostani hittan, ami az iskolában van, az más. Ugye becsöngetnek, akkor be kell menni. Be kell menni, mert a szomszéd osztályban tanítás van, zajonganak minden. Tíz így ne menjünk, hogy fönn az oratóriumban, ez már május elején olyan meleg volt. Ne menjünk föl, jó van, mit csináljunk? A lányok gumiztak, fiúk labdát hoztak, nem volt még ez a kicsirő, úgyhogy egy-két labda mindig volt, aztán fociztunk, és ezért aztán szerettek is jönni a gyerekek, mert hát most negyed órával később kezdjük, vagy az nem számított. Herendi János, vagy ahogy itt hívják, Tiszi, sokat tett Bátaszékért. Többek között visszacsalogatta a hitélethez a fiatalokat. Mikor ide kerültem, 16 gyerek volt beírva a hittanra. 1-től 8-ig. A 8-os az a Csikós Józsi volt, Isten nyugtassa, meghalt a Józsi. A Sanyi volt a Kocsmáros, volt annak az öccse volt beírva. 8-ban a többi, hát akkor mondtam, hogy nem megyünk az iskolába. Nem lehet összeszedni elsőst, meg 8-ost hogyan. Az óra rend se stimmel, meg az a 8-os bemegy az elsősök közé, akkor cikizik a többiek, hogy ha mi van, bova mész, minden, és akkor kezdtük el a templom erzébe, ott az oratóriumban a hittanórát is. Jöttek ugye mindig le kellett adni, érdekes volt, hogy a tanácsnak kellett leadni a hittanórát. És hát, hogy mikor van a hittanóra? Hát én azt írtam, hogy hétfő, kert, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, és akkor felsoroltam a helységeket, hogy Alsó Nyékpörböly, Lajvér, Köves, Dolina, meg Purkó puszta helységekben az iskola és a napközi elfoglaltság után. Az ösperesem azt mondta, hát mi ez? Hát mondtam neki, hát én nem tudom, mikor jön neki a napköziből. A plébániának nem volt olyan sarka, ahol ne lett volna egy harmónium. Aparról a Isten nyugtassa, küldött a plébános 5 gyereket is, ma is olyanok kántorizálnak, akik annak idején itt voltak. És
Hogy bírod-e elviselni ennyi gyerek, 30-40 gyerek, szaladgál a plébánián, van, hát te is ide kütötöd. A fürdőszoba, ez a WC előcsarnokába, a szobákba volt, mondom, csak az én szobámban nincs, de úgy is hallottam, úgyhogy a két szólamoság az volt, hogy Szent Magdolna elmene. Na ezt nyúzták egy héten keresztül, akik már úgy tanultak, hogy a jobb ne tudja, mit csinál a bal kezük. Én mondom, ez a Szent Magdolna nem jön sose vissza. Úgyhogy... A diákok példaképként tekintenek rá. Többen voltak, akik az ő hatására választották a papi, diakónus vagy hitoktatói hivatást. Valahogyan úgy érezhették a gyerekek, akik tehát elmentek ugye papnak utána, hogy hát talán ilyen is lehetnék én, mint a tizi. Hálás vagyok az önkormányzatnak, a polgármester úrnak, hogy megadták azt a lehetőséget, hogy tovább itt maradhattam Bátaszéken. Mert akkor, amikor nyugdíjba mentem, akkor még nem volt egészen arról szó, hogy én a Táncsics utcában leszek majd, akkor még, mert ugye kaptam lakást, és akkor még mozogni is tudtam, és kérdezte a polgármester úr, hogy hogyan képzelem, hát mondom, elmegyek valami papi otthonba, de nem kellett elmennem papi otthonba, ezt nagyon köszönöm. Örömteli nap a mai, hiszen János Tiszit, városunk díszpolgárát ebből az alkalomból otthonába köszönthettük. Az élete összefonódik Bátaszék életével, hiszen több mint 55 évig itt aktívan tevékenykedett, és hát azért ma is aktív, bár néhány éve nyugdíjba vonul, de azért nagyon sok esetben még ma is közreműködik különböző eseményeken, és hát a városunk közéletének is aktív tagja. Azt gondolom, hogy az ő életútja azért mindenképpen példaértékű, és az ő Bátaszékért folytatott munkáját el is ismerte még korábban a településvezetés, hiszen városunk díszpolgári címét is birtokolhatja. A mai napon más nem kívánattunk neki, csak hogy még nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben köztünk legyen. A jó humorával néha nevettesse meg bennünket, és tanácsaival lássa el a mindennapjainkat, hogy megfelelő bölcsességgel tudjuk a munkánkat végezni. Amikor az egyik püspököt 90. születésnapján köszöntötték, és akkor azt mondták, imádkozunk, hogy még 10 évet kapjál a jó Istentől, hogy 100 éves legyél, azt mondta, elég fukarok vagytok. Úgyhogy, és azt mondja, hát 102-t élt aztán az illető. Úgyhogy.